Ez biztos, hogy nem ezt nem meg. Segges rá! Segges rá! Itt van a kis köcsögöt! Labdát, valaki hozzad! Gondolsan szabadottam a tengét! Előre nézzél, Petike! Szinte mutasd a videót! Hajszát! Ide add be neki! Köszi! Úristen, ott van Csaba, bár menjünk már fel hozzá. Hát hülye vagy. Kérdezzünk már tőle valamit, nem már gyerek, kérlek, nem. Nekem látnom kell, kérlek, nem, gyere már velem. Léci, gyere velek, kérlek. Igen? Sziasztok. Jó napot. Segítetek? Igen, olvassuk ezt a könyvet, és nem értettünk belőle egy részt. Tudna nekünk segíteni, tanár úr? Persze, gyertek. Köszönjük. Igen, mi a kérdés? Egy pillanat. Ezt nem értettük. Ezt azért nem értettétek, mert ez olyan nyelvtani szerkezet, amit már nem használunk az élő nyelvben. És ez itt azt jelenti ebben az esetben, hogy vigyázzunk, mert itt sárkányok lehetnek. Vagy egy másik példa ugyanerre a szerkezetre. There be no beauty's daughters with a magic like thee. Byron. Még valami? Nem, semmi. Köszönjük szépen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Jézus, Atya, Úr, Isten, amikor megláttam a szemét, én azt hittem, hogy meghalok. Ha te nem vagy ott, 100% hogy lesmárolom. Ez biztos. Meg olyan kisugárzások, hogy ez valami eszméletlen. Egyszerűen nem hiszem el, hogy nincs bent fészen. Sehol egy fotó, semmi. Hagyjál már ezzel a csababázással folyton, nem tudsz mással foglalkozni? Nem tettek róla, hogy állandóan rajta jár az összem. Szerinted ez nem beteges valahol? Mi? Hát, hogy nincs bent sehol. Valahogy ez nem természetes. A present perfectet és a past simple-t fogjuk gyakorolni párokban, jó? Kiosztom Kitty lesz Dórával, Bogi Margóval, Krisztin Órival és Adrien Péterrel. Jó? Én meg beugrok akkor Eszter mellé. Jó, találjátok ki mondatokat, jó? Az egyik kérdez, másik válaszol, voltál már valaha Londonban? Igen, voltam, mikor? Jó, hát értető, ugye? Jó, kreatívan, ügyesen. Figyelek. So, Eszter. Have you ever broken your arm or leg? Yes, I have. Really? No, not really, just because of the example. Okay, so you are a very good liar. And where did it happen? When I was a child. Have you ever stolen anything? Yes, I have. No, you were lying. What did you steal? I stole some chewing gum from a shop. Okay, very good. Készültök? Jó. Van néhány percünk, ezt arra szeretném felhasználni, hogy elköszönjek tőletek.
Ez az utolsó napom. Itt hagyom az iskolát. Ennek nagyon egyszerű oka van, és semmi köze a sulihoz. Egyszerűen kaptam egy munkát Londonba, és kiköltözök oda. A családommal. Jó, hát azért azt mondom, hogy nem dőlt össze a világ. Szóval még egyszer köszönöm az elmúlt két évet. Igazán szorgos diákok voltatok, és további sok sikert kívánok nektek az életben. Every touch, every step, makes my mind ache. Megint mit bőgsz? Nem bőgök, hagyjál. Na jó. Fél óra lazítás, aztán tanulás. Kedves Eszter, szerettem volna tőled külön elbúcsúzni, mert sokat jelentettél nekem. Úgy érzem, hogy közöttünk a tanárdiák viszonynál túlmutató kapcsolat alakult ki. Hello, Eszter! Szép életet kívánok neked, és remélem kapcsolatban maradunk. Penke Csaba. Egy búcsúztató Csabapának. De anya nem engedi, hogy nálunk legyen, úgyhogy nálatok lesz. A tanáriban elkérjük a telefonszámot is feltűnünk. Nekinek van a leghosszabb combú csaja? Azért az enyémnek 108 centi gerc. Ez nem semmi azért. És mekkora a faszot is? Akkor lehet nálatok, ugye? Nem adhatom ki a kollégák telefonszámát. Szervusz Csaba, Zsufáni vagyok. Két tanítványot szeretne veled beszélni a 10. évfolyamról. Értem. Adom őket. Háló, tanár úr, Mészáros Eszter vagyok. Szia, Eszter. Csak azért hívjuk Adrival, mert szeretnénk egy búcsúztatót rendezni a tanár úrnak a faktosokkal. Ez nagyon kedves. Én pénteken az első géppel utazom, szóval szerda vagy csütörtök este jöhet szóval. Nem tudom, neked melyik. Szerda vagy csütörtök, pénteken az első géppel elutazik. Csütörtök. Itt vagy? Hol is lenne a buli? Nálunk. Muskotály utca 29. Jó, legyen csütörtök. 7 óra? Jó. Adam Adrit még szeretne valamit mondani. Viszontlátásra, tanár úr. Szia. Hello. Adri vagyok. Jó napot. Adri.
csak, hogy én találtam ki ezt a bulit, és hogy várjuk tanár urat sok szeretettel. Na, hát a kislányom és az osztálytársai nevében szeretnénk megköszönni a tanár úr fáradozásait. És egyben a szülők nevében mondhatom, hogy nagyon sajnáljuk, hogy ilyen kiváló pedagógust veszítettem. Köszönöm. Nem könnyítitek meg a dolgomat, nehéz így elutazni, hogy ennyi szeretet vesz körül. Köszönöm. Na, akkor egészségünkre. Egészségünkre. Tanár úr, megölelhetem. Persze, hogy ilyen egészség. Biztos nem gondolta meg magát, úgy fog hiányozni. Hát ez nem ilyen egyszerű. Egészség. Csinos ez a ruha. Köszönöm szépen. És a képregény? Már befejeztük. Most egy kicsit komolyabbat olvasok. Byront. Ideje lenne már egy nyelvvizsgának. Nagyon jól megy. Kóstolja meg a süteményemet. Ne vicceljed, ki nem hagynám. Igen? Most egyedül otthon, de amúgy jó. Nagyon finom a süti. Brownie. Úgy látszik, mindenki elcsábult tőle. Lehet, hogy így kéne hívni a kutyát. Brownie. Ha már úgyis tőled kaptam. A végrehajtó hatalom kegyelemmel és közkegyelemmel korlátozza a bírói hatalmat. A végrehajtó hatalom a törvényhozói hatalmat korlátozza a törvények vétójogával, esetleg a parlament feloszlatásával és új választások kiírásával. Gyakran látunk ilyet a környező országokban, és legutóbb ugye hol volt ilyen? Horvátországban. A következő hatalmi ág a bírói. Ez ugye tudjuk micsoda. A bírói hatalom ellenőrzi a törvényalkotást, a közigazgatás bíráskodásával, ügyészséggel ellenőrzi a végrehajtó és a törvényhozó hatalmat.
Demokráciára egy adott országon belül akkor beszélhetünk, ahol érvényesülnek az alkotmányosság klasszikus alapelvei. Ilyen a hatalom. Azt hiszed, hogy a te kirakott csöcseid ízlésesebbek? Csak nem kellene igénytelennek. De nagy lány lett az Eszterke hirtelen. Lehet, hogy csönd legyen az óra végéig? Az országgyűlés az általunk megválasztott képviselőkből áll. A második hatalmi ág a végrehajtói. A végrehajtó hatalom, ahol a parlament a többség pártjába, a király, a köztársasági elnök által kinevezett kormányban jelen. Arra gondoltam, hogy kitalálhatnánk együtt a nevét. Lehetne két szótag, és az első szótag a tiéd, a második az enyém. Jó, akkor mondd az elsőt, ami eszedbe jut. Po. Poko. Ez olyan, mintha japán lenne. A közös kutyánk lesz. Csak én nevelem. Te gyönyörű vagy. De tényleg, azt el tudod mondani, hogy mióta? Hogy mióta tetszem neked? Nem tudom, mert így fokozatosan volt. Először észrevettem a nyakadat, hogy amikor félre rakod a hajadat és kilátszik tőle, az mennyire szép. Meg ahogy írsz, ahogy látom, hogy gondolkozol, hát ezek voltak. Ez szép, hogy a nyakam. Nekem a hosszú ujjait tetszenek nagyon. Inkább a belső mércszeres, amilyen ember vagyok. Persze, azért is szeretlek. De szép kezed van. Gondolom, te sem a nyakamért szeretsz. Köm. Let me hang. Na lányok, azokat most tegyük félre. Na és hogy áll a tánc? Tök jól haladunk, minden szünetbe gyakorlunk meg minden. Tudja, hogy meg fogjuk nyerni. Meg amúgy a ruhák is tök szépek lesznek. Meg már csak cipőt kellene találni, ami stílusban is passzol, meg lehet benne táncolni. Este találkozunk el a professzor úrral, megmutatom neki az új fejezeteket. Jó lenne, a 10-kor lefeküdnél. Most komolyan este kell találkoznatok? Nagyon elfoglalt, muszáj alkalmazkodnom hozzá. Na jó, muszáj ránéznem. Hát ez nagyon durva. Nézzük már meg nagyban. Ennyit a 108 centis combokról. Megérdemli ez a nagy képű köcsök, hogy egyszer koppanjon. Nem szép dolog más kárának örülni. De ez egy köcsög! Hát inkább én felvágnám az ereimet, ha ilyen történne az üzenőfalamon. De az én üzenőfalam egy műalkotás, és minden kommentelő parasztot tiltok. Egyikétek se tud verkelni. És ott van! Sajtunkja! Kedvencem, amikor elsét, nézd, milyen cuki a nyelve. Hogy de undorító. Ne roncsd már itt az üzletemet. Nem intettek róla, hogy undorító. Alex, vigyél már el belőlük egyet. És akkor tudjuk őket együtt sétáltatni. Ha neked is olyan cuki, hogy itt van, hogy a barátnődnek? Te normális vagy. Be vagy baszta, te idióta vagy, mi van veled? Ha, gyere már! Hagyjál már! Hát ez nagyon durva. Eszter, bevitték az igazgatóiba azt a nyomorékot. Jól vagyok, hagyjatok békén. Nyisd ki az ajtót. Na, nyisd már ki. Jó estét! Jó estét, szia! Elnézést kérünk az alkalmatlankodásért. Azért jöttünk, mert a fiamnak van egy elintézetlenül maradt, ugye, Eszterke jön? Eszter? Gyere, mert vendégeid jöttek. Szervusz, Eszter! Gyere! Szóval miért jöttünk, fiam? Bocsánatot szeretnék kérni a maiért. Azt is hozz szóba, hogy milyen családból jössz? Sajnálom, hogy a neveltetésemhez képest méltatlanul viselkedtem.
férfiatlan, infantilis, szégyenletes alak vagyok, és te pedig az én bunkóságomnak. Otrombaságomnak? Otrombaságomnak vagy az áldozata. Szóval azt szeretnénk, hogyha meg tudnád bocsátani a fiamnak a megbocsáthatatlant. El van felejtve. Elárulnátok, hogy mi történt? Igen. Az történt, hogy a fiam úgynevezett szerelmi bánatában, ittas állapotban randalírozott az iskolában, rátámadt Eszterkére. Hiszen a teljesen felfoghatatlan módon lerángatta a szoknyáját. Aminek ugyan lett egy igazgatói róvó a következménye, de az az én felfogásom szerint csöppet sem elég tétel Eszterkének. És én erről miért nem tudok semmit sem? Nem könnyű az ilyesmiről beszélni. Szerintem az lesz a legjobb, hogyha mindannyian elfelejtjük ezt az egészet. Megbeszéljük ezt négy szem közt? Persze. És addig a fiam szépen kimarad a folyosó. Na nem, de hogy is. Szerintem mutasd meg Beninek a szobádat. Sajnálom, hogy a barátnőd elhagyott. Legrosszabb az egészben, hogy így beégetett. Sokat ártott az imidzsemnek. Kb. Az egész iskola rajtam nevet. Mindegy, legalább tanultam belőle. Mit tanultál belőle? Hogy mindig óvatosnak kell lenni, a nőkről van szó. Csak semmi érzelem. Ez mit jelent? A szépség lányai közt nincs gyönyörűbb nekem. Hm. Mit tudod, amúgy egész jó kekszet csinál. Én csináltam. Az a baj az ilyen Benny félékkel, hogy nem változnak meg. Amikor este átjött, egész normális volt. Sajnáltam egy kicsit. Nehogy már te sajnált. De voltak, akik megvédtek, nem? Daniék lefogták. Meg Peti, azt hiszem, nem tudom pontosan. Na, hát akkor lehet, ott vannak, akik megvédjen. De én a te védelmedre vágytam. Hát itt vagyok neked. De nem itt, velem. Az ágyadban? Uh-huh. Mi van rajtad? Alvós ruha. Mit? Úgy megnézném. Lehetséges? Nem lehetséges. És én mikor láthatlak? Hát, ma majd veszek egy webkamerát, és nincs itthon a feleségem. Na, megmutatod, mutasd meg. Léci. Léci, 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 léci. Te gyönyörű vagy, az egy dob rajtad. És alul, alul mi van? Mit kapok cserébe? Tudok adni valamit. Ígérd meg, hogy holnap veszel egy webkamerát. Nem tehetem. A feleségem mit szól, hogyha meglátja? Dugd el. Te tudod, hogy mekkora ez a lakás? Itt egy tűt sem lehet eldugni. Na, megmutatom. Megfordulsz. Fordulj meg. Nem. Nem lehet mindent egyszerre. Ne aggódj, értem. Nagy lány vagyok. Úgy szeretlek. Én is. Elárulnád, kivel üzengetsz reggeltől estig?
Nem, anya, nem árulom el. Jó, de ne felejtsd el levinni a kutyát indulás előtt, jó? Oké. Okay. Na jó van, akkor... Puszi! Puszi! Szerjátok már ezeket a hígyikre! Jaj, aranycsak vagy mi! Milyen? Tök jó! Jó, néz ki! Csak ezt fel kéne oda varni. Mint ezt itt? Így? Aha, az a tök jó! Csak így! Kéne alá valami! Nincs egy alsó szoknyád? Nézd, halló! Szia, Eszter! Ben! Ezt mikor csináltad? Halló! Csak azért hívlak, hogy tudod, lesz ez a matek dolga. Be tudnál jönni valamikor segíteni? Most nem tudok felmenni, de este cseten elmagyarázom, ha az jó. Személyesen este? Nem, de cseten elmagyarázom gyorsan, könnyű meglátod. Akkor este. Oké, okay, szia! Benny kért segítséget matekból. Nehogy már segíts annak a baromnak. 5 perc alatt elmagyarázom neki. Azok után, amit veled csinált? Hányféleképpen helyezhetjük el őket a szobákban, ha egy szobában a férőhelyek között nem teszünk különbséget? Kombinatorika, utálom. Imádom, annyira jó. Beteg dolg ezt imádni. Na, az ábrázoló geometria, az a fasz. Na, a kis építész gyerek. Mi az, hogy kicsi? Tehát magyarul csak ki kell választani, ki megy egy bizonyos szobába, ezt érted? Igen, ez még megy. Akkor szedd szét halmazokra. Jó, 17 gyerekből össze ki kell választani azt az 5-öt, aki az első tárgyalóra megy. Ez pedig 17 alatt az 5 féleképpen. Eddig jó, mi lesz a második halmaz? Hogy is volt? Hát mennyi gyerek maradt, ha őt már benn van egy szobában? 12. Csúcs. És hány tárgy a szoba van? 2. A másikban pakoljunk be még 5 ágyat, és akkor egy jó kis diákszálló lesz, ahol nem számít, hogy fiúk és lányok együtt alszanak. Darab-darab. Egy valaki viszont rosszul fog járni egy 5 ágyasban. Ez nem olyan biztos. Na jó. Kezdem látni, hogy mi napul a kis szembe külső alatt. Rossz az, aki rosszra gondol. Én csupa jó dologra gondoltam. Akkor jó vagyok? Bonyolult kérdés. Szóval akkor marad 12 gyerek, aki a második 5 ágyasba fog menni, szóval 12 alatt az 5. Amúgy nem is vagyok kis szende. Ugye az utóbbi napokban én is kezdem úgy látni, hogy egész tökös csaj vagy. Remélem nem vagy vizuális alkat. De amúgy az vagyok. Akkor ezt ne vegyem bóknak. Hát, most így elképzelem, elég barát néz neki. Na, hogy áll a feladat, lassan mennem kéne? Szét alatt a 4, és akkor maradt 3, aki már egyértelműen az utolsó szobába megy, tehát 3 alatt a 3. Ezt össze kell szorozni, és megmény. Na, ez már megy egyedül, nem? A szorzás? Megoldom. De akkor most már kb. Érted a logikáját. De attól még nem szerettem, nem? A kombinatorikával is óvatos vagy, mint a lányokkal. Legalábbis próbálok az lenni. Meglátjuk, hogy megy. Na jól van, akkor csak óvatosan. Most megyek, puszi.
Itt voltam végig, nem értem, mi húztad így fel magad. Úgy megcsókolnálok. Gyere haza akkor. A nyakadnál kezdeném. Mutasd a nyakad. Hazajössz. Simíts meg, látjon ott, ahol csókolom. Aztán én is megsimítanám, lágyan. Majd a kezem közé fognám a fejed, és az ajkat az érinteném a szem. Picit bekapnám az alsó ajkat. Majd kinyitnám picit a szem, és te velem nyitnád együtt. A nyelvedet nyújtanád a nyelvemhez. A kezem a hajadról a melledre csúszna. Megfognám, de csak úgy rohanát. Jó érzés. Nagyon finom. Megengedett, hogy a pólód alá nyúljak. Ne kérdezz, tedd, ami jól esik. Aztán picit megharapdálom a bugyit. Majd lassan belefúrom az arcomat. Közben lassan, lassan húzom lefelé. Már mesztelen vagy. De az arcom eltakarja a puncidat. Belecsókolok. Szeretnélek látni. Gyere már vissza. Eszter. Figyelsz? Hallod? Hallod? Igen. Akkor gyere már vissza. Megmutatod magad? Nem szeretném jobban. De kelletted meg, látnom kell. Nem, most nem megy. Kellek, légy. Nem, ne erőszakoskodj. Nem volt jó. De eddig jó volt, nagyon nem úgy tűnt. Hát akkor folytassuk. Nem, elszállt a hangulatom. Jó, nem kell, hogy megmutass, csak folytassuk, jó, puszi. Ne erőszakoskodj. Ki erőszakoskodik, hogy mondhat ilyet? Én csak szeretni akarok. Akkor beszélgessünk másról. Nem akartalak megbántani, csak valahogy már nem volt jó. Sajnálom. Jó. Egy része az közvetlenül a magma anyagából származik, és akkor van a másik részük, ami pedig üledékes eredetű. Na, azokat az ásványkincseket, amelyekből energiát tudunk kinyerni, energiahordozó ásványkincseknek nevezzük. Azokat, amelyek nemes fémek, fosszilis energiahordozóknak hívjuk. Ilyen a kőszén, földgáz és a kőolaj. Fémes... Péter, megtennéd, hogy rám figyelsz? Gyere, Dani! Szél! Gyere, Bent! Gyere, Bent! Bent! Bazd, gyere! Oda, passzod ki, passzod ki! Oda, ide majd, ide majd! Gyere kopásra! Segges, hülye gyerek! Mit te? Segges rá! Mit nagyon kis köcsögöd? Labdát valaki hozzad! Szinti, azt vagy ettől? Mit te? A labdát hozzá ide! Gondosan szaggatom a seggét! Előre nézzél, Petike! Azt a rohadt itt kapott! Szintén mutasd a videót! Ide add ne neki! Köszi. Simi. Mutasd, mutasd! Próbálkozom.
Mi van, lesz off-specsőn? Nem jössz? Nem, bent felejtettem a töltést. Meg lett a töltő? Ja, igen. Hallod, valamikor fel kéne jönnöd segíteni összerakni a gépemet. Komolyan mondom, kéne a segítséged. Jó. Csak saját testsúlyra edzek. A saját testsúlyodnál nagyobbra edzel, abból szoktak lenni a problémák. A húzódások, meg a becsípődések. És amikor én is rajtad vagyok, akkor vagy sose félsz a becsípődésektől. Hát tudom, ez megéri a kockázatot. Új, tiszta, sós, még izzadt vagy. Csak férfi szak, szintiszta tesztoszteron. Max kisfiú szak. Na, menj, tusolj le. A barátnőmnek pont ugyanilyen sortja van. Bocsi, mondtál valamit? Nem, nem sem. Te paraszt! Szia, Eszter, Peti vagyok. Csak azért hívlak, hogy eljössz velem fagyizni valamikor? Elmegyünk fagyizni? Eljössz velem fagyizni? Tessék! Na jól van, ne szórakozz velem. Mit akarsz? Petike, gyere ki, meg kell beszélnünk valamit. Húzz fel a szarolót, mit kupasztasz itt a sötétben? Dorina, 1-2! Gyerekek, úgy döntöttem, hogy Robert mától hozzánk költözik. Nekem nagyon fontos lett az utóbbi egy évben, és látom, hogy ti is jól kijöttök vele, úgyhogy mostantól így lesz. Ölejétek meg egymást. Figyelj már! When did you go there? Last summer. Have you ever stolen? Yes, I have. Have you ever lost something valuable? Ne haragudj, de undorító a kérdésed. És nem valuable, valuable.
Kész vagytok? Van néhány percünk, ezt arra szeretném felhasználni, hogy elköszönjek tőletek, mert hogy itt hagyom az iskolát, ez az utolsó tanítási napom. Ennek nagyon egyszerű oka van, és semmi köze a sulihoz. Kaptam egy munkát Londonban, és kiköltözök a családommal. Azért azt hiszem, hogy nem dölt össze a világ. Hát nagyon köszönöm nektek az elmúlt két évet, igazán szorgos diákok vagytok. És sok sikert kívánok nektek az élethez. Csapláról beszéltünk, de nem hiszem, hogy... Ha mégis ilyen esténként rájövök. Jó, jó. Nyugodtnék. Csap. Igen, drágám? Még az iskolában? Hát, hol lennék? Mikor végzel? Hát nem tudom. És mit szóltak a diákok, hogy elmények? Nem fogadták rosszul. Lopogtak? Jó, azért volt egy két párás szemper. A menstruáló lányoknál. Igen, főleg. Próbálok szoptatni, de nem megy. Látom, nem nagyon érdekel. Legalább igen, nem vitatkozok. Én csak azt mondom, hogy három hónap szoptatás szerintem bőven elég. Azért nem eszem mindig, hogy jó anya lesz. Hidd el. Honnan tudod olyan jól? Hát úgy, hogy például én is tápszeren nőttem fel. Jó, figyelj, le kell tennem. Azért, mert most be tudok venni az igazgató, az iskola hamarabb végzett, jó? Tudunk beszélni? Nem zavarok? Nem. Születtek nálunk kiskutyák. Nem szeretnél egyet? Nézd! Ilyen cukik. Ő az enyém, de a többiek közül tudsz választani. Most van a leválasztás, szóval, ha szeretnél egyet, már ma elmehetnénk érte. Szerintem igen, kérek egyet. Komolyan? Akkor szólj otthon, és valamikor elmegyünk érte. Inkább menjünk el ma délután, mert szeretném már ma megkapni. Oké, akkor suli után elmegyünk érte. Tök jó, akkor majd tudjuk őket együtt sétáltatni. És már csak háromnak kell gazdát találnom. Egész jól vették. Volt néhány párás szempár. Volt néhány párás szempár. Az van, hogy mégse tudok most veled menni. Közbe jött valami. De mivel mondtad, hogy már ma szeretnéd a kutyát, ezért szóltam anyának és várt téged. Szóval nem kell arra várnod, hogy én is ráérjek. Nem haragszol, igaz? Ja, nem gáz, megoldom. Amúgy nagyon aranyosak, alig tudsz majd választani közülük. Na, megyek, puszi. Hello. Hé, várjatok már. Letöltötted a következőt? Nézzük nálad ezt.
mi? Az Esztertől kaptam ajándékba. És meg se kérdezed, hogy hazahozhatod-e? Te mondtad, hogy találja ki valamit a gépezéseért. Utasd! Jaj, de aranyos te! Éles fogai vannak. Ki ez az Eszter? Valami csajprojekt, mi? Figyelj, ne kötelezd el magad nagyon. Én ennyi idős koromban egyik ágyból a másikba ugráltam. Figyelj, mindent ki kell próbálni. Csontostól a húsosig. Na, menj inkább öltözni, ne a szád járjon. Ja, csak imádom a kutyákat. Jó. 3 nap próbaidő, de én nem vállalok belőle semmit. Te sétáltatod. 6 kutyázzon. És hogy álltok a képregénnyel? Már befejeztük. Most egy kicsit komolyabbat olvasom. Byront. Ideje lenne már egy nyelvvizsgának. Nagyon szépen megy. Csinos ez a gó. Köszönöm szépen. Kóstolja meg a süteményemet. Ki nem hagynám. Péter, jó az űrsírót. Stílusváltás? Hát igen. Összejöttünk Eszterrel. Tényleg? Ez mindenre változtat. De ez még titok, még senki nem tudja az osztályból. Jó, jól van. Gratulálok. Jó döntés. Helyedben én is őt választottam volna. Tanár úr! Biztos nem gondoltam, hogy magát. Na és? Megy van a kutyus? Ezt most egyedül otthon, de elmondja van. Mi lett a neve? Még gondolkodom rajta. Úgy látszik mindenki. Lehet, hogy így kéne hívni. Ha már úgyis tület. Thank you.
She said, it's the distance, what I see when you step close to me. But I'm not too young to love, babe, if you don't try. You never know that we could work it out together. 'Cause I'm not too young to love. Szia. Hirtelen nem is tudom, mit mondjak. Szeretném látni a szép szemed. Most leteszem. Egyszerűen adott egy lehetőséget a családommal Londonba költözni és ott dolgozni. Úgyhogy köszönöm a veletek töltött időt. Igazán szorgos diákok voltatok. Volt néhány párás szempár. Eszter van itt. Mész-e kutyát sétáltatni? Akkor mondom neki, hogy mész? Igen, persze, várjon egy kicsit. Hallod? Mi lett a neve? Poco. Ez valami anime név? Nem, de tökre úgy hangzik. Egy játék közben találtuk ki. Ez tök jó. Kivel? Barát. Barát-barát, vagy a barátod, vagy pasid, vagy hogy kell ezt mondani? Ja, nem. Csak barát-barát. És neked? Gondolom, nincs barátnőd. De van. Járunk. Kicsit hasonlít is rád. Mármint ő is ilyen animés. Nem. Van magyarós, ez a kedvencem. Hello. Két magyarót szeretnék. Te miért kérsz? Nem. Na mondd már!
Nem hoztam le pénzt. Nem baj, legközelebb úgy is jövünk, és akkor te fizetsz, jó? Jó. Akkor sárga dinnye és csoki. Megkóstolod? Imádom. Köszi. Hello! Jó reggelt! Sziasztok! Szia! Szia! Kali! Szia! Kézzel évek el, meg találkoztam a boros. Tök jó, hogy összefutunk. Próbáltam futtatni. Mintha egyáltalán nem lenne fáradt. Igen, kicsit jobban bírja, mint én. Már régen meg akarlak kérdezni, hogy nem jössz el velem valahová? Hogy nem megyünk moziba valamikor? Vagy ahová te mennél? Nem azt mondod, hogy barátnőd van? Hát, de van, csak messze. Külföldön. Mindegy, bonyolult. Most akkor van, vagy nincs? Hát, van. Van. Kokó! Gyere! Igazából műszerpillák is kell lennének, de most csak kifestem őket. Sikerült gazdát találni valamelyik kutyának? Ja, képzeld, Petinek kellett egy. Tök jó, nem? Igen, bírom azt a srácot. Miért amúgy tetszene? Rajtad kívül nem foglalkozom mással, olyan jó veled. De ez nem jellemtelenség? Ott van külföldön az a szerencsétlen lány, meg itt másokkal próbálkozik. Lehet, hogy nincs is neki barátnője, csak úgy mondta. Gondolod? Mondjuk engem is meglepett, amikor mondta. Nem nézem ki belőle. Én kinézem, de az is lehet, hogy úgy kérdezti rá, hogy ez bántotta. Mert benne volt a feltételezés, hogy nem nézett ki belőle. És ezért mondta, hogy van. Ja, lehet. Bírom, hogy idősebb vagy. Olyan okos. Szeretem ezt a harmóniát közöttünk. Miért, ha 10 évvel fiatalabb lennék, de ugyanígy viselkednék veled, akkor nem is állnál velem szóba? Milyen hülye kérdés ez? Hát nem érted, miről van szó? Ha valóban engem szeretsz, mindegy, hogy hány éves vagyok és hogy nézek ki. Ha a korom és a külsőm számít, az nem jó. Mondj valakit a korosztályból, aki tetszik. Nem mondok senki, nincs ilyen. Látom, mégiscsak a korom tetszik. Ha most én ott ülnék az osztályban 10 évvel fiatalabban, le se szarnál. De. Le szarnál. Nem, na, nem azért, érted? Jó, akkor kipróbáljuk. Beülök az osztályba a 10 évvel ezelőtti énemmel. Bárcsak itt lenne. Hallod, segítsél már, egyedül nem tudom megnyerni a meccset. Menj, ki fogom kapni, meg kurva gáz. Váltsál már fegyvert. Mekkora király vagyok, bazd meg! Amúgy, mint hogyha ez a szintike akarna tőlem valamit. Hát ezért bevállalnám. Igaz, Toldi, nem lenne rossz.
Nem tudom, az anyém és kis bugyis csajban is van valami. Jó arc. Hát nem tudom. Az lila haj... Jó, meg az egész mangázás egy fasság. De szerintem jó arc. Neked bejön? Nem, nekem egyáltalán nem jön. Pedig hozzád még illene is. Fogadok, hogy neki is olyan kis álmodozó lelke van. Igaz szerelem, meg ilyen fasságok. Fogadjunk, hogy ebben hisz, mi? Te hülye vagy, bazd meg? Lelősz? Figyeljél már oda! Azt mondta, hogy jól játszol. Bocs. Szia, Eszter. Benny vagyok. Csak azért hívlak, hogy lesz ez a matek dolgozat, hogy minden, és hogy fel tudnál jönni segíteni. Anyád üzen... Elég már a gépezésből, jó? Lefekvés. Kellett volna vennem, de hát ki gondolta, hogy egyszer így jön ez. Ez mi vészet, Geci? Mi? Tanár úr? Tessék. Ki befejezte, az már ki mehet? Igen, aki befejezte, nyugodtan menjen ki. Köszönöm. Próbáld még egyszer? Igen. Jó. Adjuk, ez nem megy, mindegy. Mert mire jó ez a hülyeség? Figyelj. Kapd el! Istenem, ekkora balfasz! Mi bánts már? Ki bántja? Csak oda dobtam neki a labdát. Jó spanom úr. Valamikor sétáltathatnánk együtt a kutyákat. Ezzel meg mi van? Nem kértem, hogy várj. Éld az életedet nyugodtan. Nekem nincs életem nélküled. Ilyen a szerelem. Nem akarom, hogy rám várj. Csomó dolgom van. Holnap témazárót írok, itt van a kutyus meg a tánc is. Nem tudok mindig itt ülni. Jó. És várlak. De nem érted, hogy nem kell, hogy várj? Olyan szép a vál. Szeretném megcsókolni. Jaj, bocsi, anya hív. Majd írok, puszi. Szinti tökre hasonlít ez Benny exére. Ne siedd nála. Köszi. Thank you.
Ez nem a tiéd? Ú, de, kösz. A lány viccelőt volt a földön, és megismertem, hogy a tiéd. Jó fej vagy, köszi. Hallom, összejöttetek Bennyvel. Ezt kitől hallottad amúgy? Hát, Bennyvel együtt lógtunk, és akkor mondta, én tökre így értettem. És mit mondott, vagy hogy mondta? Most szó szerint nem tudom felidézni, hogy mit mondott, de ez volt a lényeg, hogy ti már így együtt vagytok, meg minden. Csak azt akarom mondani, hogy gratulálok, mert szerintem tökre összeilletek. Kösz, meg köszönöm a szemüveget is. Benny, figyelj már. Bocs, hogy lögdösültem, csak teljesen elborult az agyam. El van felejtve, balfasz. Nem kell balfaszkodni, és akkor én se röhögök. Na, mi lesz? Felszeded végre Cynthiát? Mert? Csak pont az előbb hallottam, hogy erről dumált, hogy nagyon várja, hogy történjen végre valami. Valami mindig történik, ezt nem hiába várom. Hogy hívják? Pokol. Miért nem pokol? Miért nem pokol? Hát nem tudom, mi ránézek, inkább te én jut eszembe. Ezek miatt a foltok miatt szóval. Úristen, ez a szem. Gülüke. Legyen gülüke, ez cuki. Nem, jó, hogyha ilyeneket mondok, akkor ne is nézzétek. Olyan fejem, mint ürlőben. Olyan fejem, az arcom, mint az ég. Bocs, de itt én ülök. Mindig én szoktam itt ülni. Ebben a teremben mindig én ülök Benny mellett. Nem mindegy, hogy hol ülsz, úgyis a tanára figyel. Leszorom, ez az én hely. Nem gond van. Na pont a kellettél még ide. Húzzatok el a barátnőddel máshova. Nigel arrébb. Álljál már le, mi mindig itt ülünk, menj el Bennyvel a picsába. Szinti. Számolok és nem megyünk. Oké. Okay. 5, 6, 7 és. Várjál, tudod, csináltam. Lassan jött a kéz. Most jó van. 1000%, hogy meg fogjuk ezt nyerni. Tanár úr. Adrián, szeret.
akkor miért nem mentél egy későbbi géppel, és miért nem találkoztunk? Vissza kellett jönnöm, lehetetlen lett volna. Nem akartalak megbántani, érted? Itt voltál, találkozhattunk volna, de te meg csak küldted a szemrehányó üzeneteidet. Tudod, mennyi üzenetet írtál? 55-öt. Minden azért volt, mert szeretlek. Tudsz mást is mondani? Mi a baj azzal, hogyha szeretlek? Halló, ki az? Csókolom, Korpos Péter vagyok, és Esztert szeretném lehívni kutyát sétáltatni. Jó, szólok neki. Peti, keres, hogy lemész-e kutyát sétáltatni. Nem megyek, rosszul vagyok. Azt kérdezi, hogy megsétáltassa-e pokolt. Nem kell, hagyjon már. Azt mondja, hogy kedves vagy, de most nem kell. Szia. Gyere! Mi a baj? Megint Dani? Nem, dehogy csak. Muszáj volt hazajönnöm, ment a hasam. De ugye elmondanád, ha valaki bánt. Nem bánt senki. Nyugi, csak ment a hasam. Jó, tudom, hogy ez egy érzékeny időszak. És tudom, hogy ilyenkor sokszor magyarázza be magának az ember, hogy rosszul van. De nekem most nagyon fontos a nyugalom. Sok múlik azon, hogy hogy sikerül ez a kutatás. Szóval próbálj meg felnőttként viselkedni. És az meg nagyon fontos, hogy nem mehet a tanulás rovására az, hogy érzékeny vagy. Jó? Figyelj ide egy picit! De a lényeg az, hogy nekem nyugodtan elmondhatsz bármit, jó? Hogyha valami baj van. Leviszem a kutyát. Nyugi már. Nézd ott a Petike. Menjünk oda. Nyugi. Nem már. Hát már meglátod, szóval minden. Kurva jó, hogy testvérek és egyáltalán nem hasonlítanak egymásra. Ez olyan kis tündéri, mint a gazdája. Ez meg olyan kis gyomja, mint az ő gazdája. Állj már le! Sziasztok! Most ezt miért kellett? Nem, most szerintem a kis nyomja az tök kedves. Annyi like van rajta, szeg, és tudják, és akkor, úristen, olyan szóval. Gáz. Laci. Korpos Péter. Mocskos néger. Költő lesz egy gec. És akkor beugrott a láncot, leesett az ébresztő, elkésel az iskolából. Nem megyek be, szarul vagyok. Kinyitod, vagy mi van? Nem nyitom, hagyjál! Mi a baj? Szarul vagyok, hagyjál! Miért nem nyitod ki? Hagyjál! Mi legyen, betörjük? Figyelj, mondd el, hogy mi a baj, jó? Segítünk megoldani. El kell indulnunk, mondj már valamit! Menjetek, hagyjatok már békén! Törpe. Ezt jobban hagyjuk. Peti, most el kell mennünk, hívlak majd, jó? Te is hívhatsz bármikor. Jól van. Istenem. Hogy sikerült a tánc? Na mi van, már fel is épültél a halálos korból? Peti. Szerinted hogy sikerült egy három főre megkoreografált tánc két emberrel? Sajnálom. Basszunk meg.
Nincs kedved levágni a kört. Várj! Gyere, kapja! Nyitom. Thank you.
Igen, de... Peti, hozzád jöttek. Gyere. Peti, hozzád jöttek. Az utcán találtam. Jött szembe. Este levittem sétálni, és... elszállt, és már nem találtam meg a sötétben. Nagy szerencség pont én találtam meg. Ja, kurva nagy megköszi. Megvárjalak? Nem, ma még nem megyek be, nagyon szarul vagyok. Látszik. Akkor gyógyulgass. Vigyázz rá jobban. Tényleg azt mondtad neki, hogy nem mész vele? Én ennyi idős koromban nem tudtam annyira szarul lenni, hogy egy csaj azt mondja, menjek vele, ne menjek vele. Jó, és meg fogom a itt, hogy ilyenek. És nem vette észre, de tényleg bejártam volna. Egyrészt itt veled a faszod a sötétben. Megettől. Tessék. Egy kis friss levegő. Ha mindjárt nem lesz elön szarul. Ezt is kérem. Benny! Beszélnünk kellene. Sürgős. Sziasztok! Csá! Aztán, gyere. Mi van már? Mik ezek a képek? Mik ezek a képek, Eszter? Bazd meg, mik ezek a képek? Volt valakim. Szakítottam vele miatta. Téged szeretlek. Itt az egész osztály rajtam fog nevetni, bazd meg. Miért csinálod ezt velem? Azt hittem, te normális vagy, Eszter. Emilyen csöcsmutogató kurva. Este szakítottam vele, nem? Tönkre akarsz tenni? Tönkre akarsz tenni, mint a Bianca? Ki akarsz használni? Hány ingerem van tőled?
Hagyjál békén. Nem hagyj. Itt nem értesz otthonot, hagyjál már békén! Hagyjál már! Hagyjál békén, megértetted? Akarja, mi történt? Nézze meg az üzenőfalamat 10 másodperc múlva. Az a kislány, aki reggel itt volt, az nem Mészáros Eszter? De miért? Most olvasom a Facebookon, hogy felvágta az erejét valami mesztelen fotók miatt. A János kórházban kezelik, mert túl van az életveszélye. Hármisban van, oda kísérlek.